Én azt tudom mondani erről a folyamatról, erről a pályázati folyamatról, hogy minket ebben egy dolog érdekelt. Nevezetesen, hogy maga a folyamat, a döntési folyamat mennyire átlátható, mennyire felel meg a demokrácia írott és íratlan szabályainak, mennyire törvényes, és ennek megpróbáltunk utána járni a magunk lehetőségei és eszközei szerint. Nevezetesen a kamara elnöke, dr. Bienert Gusztáv részt vett egy nyilvános meghallgatáson, ahol kifejtette, hogy aggályaink vannak a folyamat átláthatóságát illetően. Ezt követően, de még mindig a döntés előtt, ugye ez egy szerdai nap volt a döntés, mi körülbelül egy héttel előtte, mi ketten felkerestük Majtényi Lászlót, hogy tájékozódjunk megint csak nem a győztesek lehetséges esélyeiről, vagy nem a konkrét pályázatokról, hanem arra, hogy ő, mint aki mégiscsak egy jogász, egy nagyon komoly jogtudóssal állunk, ugye, vagy ültünk szemben, ő mennyire látja a folyamatot demokratikusnak, mennyire látja átláthatónak, tisztességesnek, vállalhatónak. Ugye ez ma már történelem, mindannyian tudjuk, hogy amikor ő fölállt, ezzel nagyon látványosan és számomra tiszteletre méltó módon azt jelezte, hogy nem tekinti annak. Van két nyertes. Az egyik nyertest alaki hiba miatt eleve ki kellett volna zárni a versenyből. Logikus, hogy valaki a piacról jön, aki kisebb volt és most szeretne országos lenni. Ehhez logikus feltétele ebben a rendszerben az, hogy akkor mondja azt, hogy amikor én véletlenül megnyerem ezt, akkor nem fogok a másik régi frekvenciámon működni. Ez kezdettől fogva így volt. Mindig ilyen pályázatot írtunk ki. Az egyik pályázó, amelyik érintett volt, hiszen a nyerteseket, hát most már abszolút tudjuk. A lényegében az összes pályázó itt működő rádió volt, és közülük csak kettő volt országos, a Sláger meg a Danubius, a többiek az kisebb frekvenciával rendelkeztek. Mindegyik be tudott adni ilyen papírt, ami arról szólt, hogy ő lemond, ha a korábbi jogosultságáról, ha nyer ezen a pályázaton. Volt egy pályázó, aki ezt nem adta be. Én először azt képzeltem, hogy ez egy malőr, ilyen malőrökkel szoktunk találkozni, tehát kimaradt a csomagból ez a papír, és akár még sajnálkozva is, hát hogy sajnos nem sikerült, vannak ilyen hibák miatt többször zárt ki már a testület különféle pályázókat. Az egyik nem írta alá ezt a nyilatkozatot, a másik pedig aláírta, és mind a kettő, még a szerződés aláírása előtt megkapta azt a jogot, hogy megtarthatja, ha akarja ezt a szolgáltatást. Egyébként a most működő két országos egyikének sincs hasonló. Médiapiaci, alkotmányos szempontból és médiapolitikai megfontolásokból is vitatható az ilyen, hiszen nagyon értékes budapesti frekvenciákról van szó. A Lánchíd Rádiót már említettem, a másik a Rádió Café.